húsvét, mágia, egyházi ünnep, vagy nők elleni erőszak, miről is szól. A tavasz ünnepe, de nálunk elsősorban keresztény ünnep, Jézus Krisztus megfeszítésére és feltámadására emlékezünk. A húsvéthoz hímes tojás, húsvéti vesszőzés, de őszintén szólva sok illuminált fiatalember is tartozik, akik minél több lánc szeretnének megvesszőzni és vízzel meglocsolni. A turisták gyakran furcsálják ezt a népszokást, és a férfi dominancia valamiféle erőszakos aktusának tartják. Valójában mágiáról van szó, amely térségünkben több mint 1000 éve fennmaradt. A hagyományok idővel változtak, de a jelképek megmaradtak. A rebellisekkel most megnézzük, hogyan változott ez a tradíció. A húsvéti szertartások gyökerei sokkal régebbre nyúlnak vissza, mint az egyházak által megfogalmazott ünnep létrejötte. A tavaszi rítusok a kereszténység előtti időkből származnak, közülük sok valóban összefügg a varázslással. A szerelmi mágiával és a termékenységet, a boldogságot és az egészséget megidéző varázslással. A húsvéti vesszőzés valaha külön szertartás volt. Kizárólag legények vesszőzhettek, és csak a lányok lábikráját érinthették meg. Ez nem volt erőszakos vagy megalázó aktus. Mágia volt. Tájainkon tavasszal a fűzfar ügyezett az első közt. Eleink hitték, hogy ha a legény a mézgás fűzfa ággal megérinti egy hajadon lábát, a leánzó fürge is ügyes lesz. A lányok fürgességétől függött az egész gazdaság, és mindmáig rajtuk múlik a család boldogsága. Kelet-Szlovákiában kicsit később érkezett a tavasz és a fűzfágak rügyezése. A varázslást azonban húsvétkor, azaz a tavaszi napi egyenlőséget követő első teli hold utáni vasárnapon el kellett végezni. Mivel ekkor még keleten nem mindig rügyezik a fűzfa, ágait vízre cserélték. Később ez a szertartás fokozatosan változott, idősebb, férjezett asszonyok is részesei lettek. A legény a vesszővel megérinthette a csípőjüket és az ülepüket, ami azt jelképezte, hogy az asszony sok egészséges gyermeket szüljön. És a kezét is megérintette, hogy dolgos legyen. Ez volt a vesszőzés lényege. Még később az idős asszonyokat is vesszőzték. Úgy hitték, hogy a legény fiatalsága a zsenge fűzfa ágon át az asszonyba költözik. Minden fiatal nő szép és rugalmas akart maradni. Manapság a fűzfágakból korbácsot fonnak. Ez már a kereszténység hatása. A megfeszített Jézus Krisztust meg is korbácsolták, ezért kezdtek mindig páros számú, azaz 4, 6 vagy 8 fűzfágból korbácsokat fonni. A cél sohasem az volt, hogy az asszonyokat megverjék. Ez a szokás mindig az egészséget és a szépséget jelképezte. A 20. század 30-as éveiben aztán fokozatosan változtak a rítusok. A városokban megjelent a férfiak szerint elegánsabb kölni. A húsvéti varázsláson túl egyéb tavaszi rítusokat is ismerünk. A gazdasszonyok korán keltek, hogy még napkelte előtt kiseperjék a házat, a szemetet, az útkereszteződéshez vitték, hogy a házban ne maradjanak meg a bolhák. A tojás a termékenység, a tökéletesség és a végtelenség jelképe. Virágvasárnap éjszakáján a gazda a kútból merített hideg vízbe mártotta a tojást, amellyel aztán reggel megsimogatta a házi állatokat, hogy a lovacskák és a tehénkék egész éppen egészségesek maradjanak. Ezt a tojást aztán egy koldust akadta. Tavasszal az első kiszántott barázdába is tettek friss tojást azért, hogy egészséget, jólétet hozzon. Mi leginkább a hímes vagy csoki tojásokat ismerjük, amelyeket a locsolásért kapják a legények. A régi időkben a lány csak egyetlen gyönyörűen díszített tojást adott annak a fiúnak, akit férjének választott. Ha a lánynak megtetszett valamelyik locsolója, hímes tojást vagy verset adott neki. Tojást csak ez az egy legény kapott. A lány így mutatta ki, hogy tetszik neki. Ha az érzés kölcsönös volt, a legény néhány hónap múlva májusfát állított a lányház elé. Csak annak az egy lánynak. Len prenyu. És már egy szív, egy lélek voltak.
mert hogy valamikor falun egészen másképp ismerkedtek a fiatalok, mint manapság. A húsvéti étkezési szokások is érdekesek, teli vannak jelképekkel. Húsvét előtt szinte minden vallási felekezetben böjtöt tartanak. Az emberek régen közösen étkeztek, ez nem csak az ünnepek idején volt fontos. Az étel közelebb hoz egymáshoz, az ünnep különleges volt, az emberek meglátogatták egymást, együtt élték meg a pillanatait. Jellegzetesen húsvéti étek volt a főtt tojás, a termékenység és az új élet jelképe. Annyi részre szelték, ahány tagja volt a háztartásnak, és mindenkinek ennie kellett belőle, hogy összetartsanak és egészségesek maradjanak. A napkelte előtt elfogyasztott mézzel megkent péksütemény megvéd a kígyómarástól és a daráscsípéstől. Az étkezésben a felekezeti hovatartozás is számít, nem csak a keresztények, a protestánsok és a zsidók is ünnepelnek. Ők a pászkát ülték meg. A pravoszlávok és a görögkatolikusok speciális ételeket készítettek, a bőtjük is szigorúbb volt. Húsvétkor ünnepi kalácsot, pászkát vagy úgynevezett sárga gomolyát fogyasztottak. Ezeket az étkeket csak húsvétkor készítették. És mindenhez tojást és zöldszínű növényeket, spenótot, salátát, medvehagymát, gyógynövényeket adtak. Farsang idején disznótorokat tartottak, majd a 40 napos bőt alatt a húst megfüstölték és pihentették. Ezeket a finomságokat aztán húsvétkor fogyasztották. Látják, sohasem szólt ez a nőverésről, mindig is az egészség a szépség jelképe, és Jézus Krisztus kínhalálának emléke volt ez az ünnep. A keresztény és a pogán szokások fokozatosan összefonódtak. Ma már nem csak a legények, hanem a kisfiús apukák is locsolkodnak. A lányok pedig már nem csak hímes tojást, hanem csoki figurát és pénzt is adnak a locsolóknak. A hagyományok az idők folyamán változnak ugyan, de a lényeg megmarad. A jelképesség, a rítusok és a mágia.